Mostanra tehát sikerült regisztrálnunk egy tárhelyet, és sikerült regisztrálnunk egy doménnevet. Ezt le is tudjuk ellenőrizni a nethelynek a vezérlőpultján. A vezérlőpult parancsra kattintva itt láthatók az ön tárhelyei. Látjuk, hogy van tárhelyünk, itt van a tárhely méret, itt van, hogy mennyi foglalt belőle. Nekem azért foglalt már több, mert én használtam ezt a tárhelyet korábban. Illetve itt látható az FTP kiszolgálónknak a címe, a host, erre majd később szükségünk lesz, valamint annak a doménnek a címe, amit csatoltunk ehhez a tárhelyhez, ebben az esetben ez a saját oldalon.nhely.hu. Meg is tudjuk nézni a doméneket is, itt a vezérlőpultnak a csatolt domének parancsával, látható is, hogy a saját oldalon.nhely.hu a mi doménünk visszalépek tehát ide az ön tárhelyéhez, és itt is hagyom. Ahhoz, hogy ehhez a tárhelyhez hozzáférhessek, ehhez szükségem van valamiféle kliens programra, amelyik képes egy távoli számítógépre fájlokat fölrakni, vagy a távoli számítógépen levő fájlokat szerkeszteni. Ehhez egy újabb szolgáltatást kell regisztrálnunk, ez pedig a codetasty.com oldalon található, tehát codetasty.com. Föl kell iratkoznunk erre a szolgáltatásra, ez a sign up. Kitalálunk egy felhasználó nevet. Én nagyon javaslom, hogy a felhasználó nevünk az legyen, ami idáig volt a doménünknek az előtagja. Tehát az, hogy saját oldalam, és megadjuk az e-mail címet hozzá. Bármit írhatok most ide. Nyilván mindenki azt az e-mail címet fogja megadni, ami az ő e-mail címe. Jelszónak pedig érdemes megint csak ugyanazt a jelszót használni, amit idáig használtunk. Természetesen az is fontos, hogy olyan felhasználó nevet adjunk meg, ami még nem volt a kódtésztiben. Tehát, hogyha például nekem most ezt itt jelzi, hogy ilyen már létezik, ki is írta, akkor nekem egy másik felhasználó nevet kell találnom. Úgyhogy most adok utána egy számot, és így fogok feliratkozni. Itt felhívja a figyelmünket, hogy még be, érdemes beállítani az európai régiót a, a profilunkban. Nem olyan nagyon nehéz. Ide rákattintunk a kis ikonocskára alul, és Account. És akkor itt van egy profil, amelyikben a régiót kiválaszthatjuk, hogy Európa legyen. Ebben az esetben persze meg kell majd adnunk a nevünket is, és frissítjük a profilt. Ez meg is történt. Visszalépek a kódtésztébe, és a következő lépés, hogy készítsünk egy új munkaterületet. Ez a workspace. Add a workspace, vagyis adjál hozzá egy új munkaterületet, és itt fogjuk hozzáadni azt, amit az előbb létrehoztunk tárhelyet. Tehát workspace name-nek megadom azt, hogy saját oldalam. Nagyon fontos, hogy itt az FTP típusra kattintunk, majd a host beállításoknál lesz szükség arra, hogy megadjuk annak a számítógépnek az elérhetőségét, amelyiken a mi tárhelyünk van. Ehhez visszamegyek ide a nethelynek az ablakába, és itt látható a kiszolgáló és FTP szerver beállítás. Ezt a címet fogom lemásolni, Ctrl-C-vel vágólapra rakom, és ide a hosthoz beillesztem. Nektek lehet, hogy nem F1.net hely, Hú, hanem F2 vagy F3 vagy F4 vagy f 5nethelyhu lesz. A userhez azt az FTP felhasználó nevet kell megadni, amit az előbb létrehoztunk a nethelyen. Nézzük meg, hogy ez mi. Visszalépek a nethelynek az ablakára, és itt található a vezérlőpulton belül a fájlkezelés, FTP-SFTP parancs. Ezt válasszuk, és ide van írva, hogy saját oldalam. Tehát nekem a felhasználó nevem is az, hogy saját oldalam az FTP felhasználó Úgyhogy ezt ide fogom tenni a userhez. A password -nél pedig azt a jelszót kell megadni, amit itt az FTP felhasználó jelszó beállításnál meghatároztunk. Na most itt azért arra kell figyelni, hogy a jelszavunk, az kisbetűket, nagybetűket, számokat és különleges karaktereket tartalmazhat, de nem tartalmazhat például ékezetes betűt. Úgyhogy az angol ABC kis- és nagybetűi közül, a számok közül és az egyszerűbb írásjelek közül felkiáltójel, kérdőjel pont ilyenek közül választhatunk a jelszóban. Ha véletlenül van benne ékezet, akkor mindenképpen változtassuk meg a jelszót. Tehát ide akkor írjunk be egy olyan jelszót, ami megfelel annak, hogy nincsen benne magyar ékezetes betű, és mentsük is el. Ha ezt megtettük, akkor onnantól kezdve már nem lesz nagy problémánk, mert hogyha ide is megadom a jelszót a kód testiben, tehát megvan adva a host, megvan adva a user, megvan adva a jelszó, ezt elmentem, kiírta, hogy ez a munkaterület létrejött, és mostantól kezdve igazából már nagyon könnyen fogok tudni kódolni. Ide a kódolás menü parancsra kattintok, és kiválasztom a munkaterületet, ezt az FTP munkaterületet, és már meg is nyílt. Innentől kezdve nyert ügyünk van. Igazából a nethely felületére többet nem is lesz szükségünk. Persze nem érdemes elfelejteni a hozzáférést, mert bármikor valamit változtatni lehet, vagy fizetős csomagra váltani, de a programozáshoz nekünk erre már nem lesz szükségünk, ez létrejött és működni is fog.